Prutkai Péter akadémikus úrnak vagyunk a kiállításán, itt az Esztergomi Ferences Gimnáziumban. Külön Kákonyi Asztrikról nevezték el egy kortárs képzőművészeti galériát, és onnan jött ez a helyszín, hogy a Művészeti Akadémia a Esztergomi Szent Adalbert Központban egy első világháborús emlékkiállítást szervez több résztvevővel, és ennek a kurátora Kókai Krisztina volt. És amikor felvetődött a helyszín, ismervén Prutkainak a legújabb munkáit, ami az első világháború hőseinek állít emléket, adódott, hogy keressünk Esztergomba egy adekvát kiállítóhelyet, és esetleg a két programot kössük össze, és ekkor jutott eszünkbe kurátor asszonnyal, hogy el lehetne hozni egy kortárs galériába, ami valamilyen módon iskolához is kötődik, tehát hogy azokat az értékeket, amire fölhívja Prutkai ezzel a dobozolt korképeivel a figyelmet, az egy olyan ifjúsághoz jusson el, ami még fogékony, formálható. Ők nagyapám 1841-ben ősült ide, a primási ezred tisztje volt 1848-49-ben. Közben az esztergomi herceg primása kúcsárja és kamarása volt. A fia kantortanító volt a Szent György mezei iskolába, és a templomban orgonált és énekelt. Ennyi kötődésem van Esztergomhoz. Ezt az első világháborús anyagot már évek óta készítem a száz éves évfordulóra. Rokonok, részben családi tárgyak is vannak, hiszen alig volt olyan család, aki ne vett volna részt az első világháborúban, vagy ne lenne hősi halottja. Ezeket a tárgyakat összegyűjtöttem, és mint egy relikvia, vagy mint egy zárda munkaként, erejeként beépítettem, hogy ne kallódjanak el. Itt vannak olyan tragikus fényképek, amikor a katona meghalt, a család a három árvával lefényképeztette magát, és a fotós bemontírozta a katona képét. Ez mondjuk egy első fotós opa, fotótörténetbe, hogy így bemontíroztak nem létező személyt. Kicsit nagyobbnak látszik, mert hiszen ő a családfő, a többiek eltörpülnek mellette, de van olyan is, amit a család vágott ki és illesztette be a családi képbe. Az első világháború tragédiája, hát tudjuk a végkövetkeztetéseket, és okulásként nagyon nehéz a történelem folyamán, a díszlet változik, de a lényeg sajnos mindig megismétlődik. Ez egy sorozat és egy folyamat. Az első munkám a boldog békeidőket idézi, amikor a katonák csak parádéztak, és udvaroltak úri lányoknak. Utána a szarajevói merénylet és annak következményei, a hátországban maradt családtagok sorsa, hogy alig volt középkorú férfi a családba, a nők vitték a mezőgazdaságot. Hadifogoly munkákat is állítok ki, amit részben családi és rokoni kapcsolatok révén kerültek hozzám megőrzésre. És ebből állítottam össze ezt a szűk anyagot, amely a munkáimnak egy szűk keresztmetszete, hiszen más is foglalkoztat, más témakör jelenkorunkból. Prutkai művészetéről, erről a dobozolt korképeiről annyit szeretnék elmondani, hogy már 69-ben kiállít dobozolt korképeket, vagy hát legalábbis dobozolt munkákat a Szürenon című tárlaton. Viszont 2006 után, amikor ugye a sajnálatos őszi események vannak a fővárosban, utána elhatározza, hogy csak ilyen dobozolt, úgymond hát relikviákat fog önmaga már nem alkot önálló munkákat, hanem a meglévő első világháborús emléktárgyakból gyűjtött, talált vagy kapott elemekből állít össze
kompozíciókat. Na most ennek a jelentősége a hazai és a nemzetközi képzőművészetben azért fontos, mert egyrészt a korszellemet tükrözi, hogy nehezen tudjuk meghatározni a stílusát, hogy jól lehet képzőművészetről beszélünk, de hát most itt a kollázsnak a műfaját kiterjeszti ugye a tárgyakra. Egy hallatlanul fontos kapcsolata az európai képzőművészeti gondolkodásnak az, hogy paralel, vagyis párhuzamot von maga a műalkotások és maga az alkotó, vagyis önön személye között. Ez abban nyilvánul meg, hogy a kiállításon nagyon sok olyan tárgyat látunk, amelyeket már maguk az első világháborús katonák, főleg hadifogság ideje alatt egyszerűen átalakítottak a háború eszközeiből, a békés polgári létnek az eszközeivé, tehát závárzatokból, hamutartót, töltényekből, kereszteket, és hát lényegében ez azt jelenti, hogy a már meglévő tárgyakból egy művészi minőséget, egy másfajta minőséget készítenek, és hát lényegében ezt csinálja maga Prutkai Péter is, hogy más funkcióra, más rendeltetésre szánt tárgyakat egyszerűen egy újabb művészi értelmezési tartományba kapcsolja bele. És ezáltal lényegében a személyét az alkotástól nem lehet elvonatkoztatni, ugyanúgy a meglévő műtárgyakat, amiket a katonák készítettek, az alkotás folyamatától elvonni. A 100 évvel ezelőtti eseményekre reagál, a családi fotók, katonaportrék, azok mind annak a időpillanatnak a lenyomatai. Viszont hát ugye 2015-ben egy kortárs képzőművésznek a kiállítás megnyitóján vagyunk, tehát akkor felvetődik a kérdés, hogy hogyan tudjuk az idősíkokat értelmezni. Mert ezek a legtöbb esetben családi fotók, ezek önmagukban megkomponált alkotások.